Na jó, amit éppen most látunk, az a karbantartás. Időnként mindenképpen elkerülhetetlen, hogy karbantartsuk azt a gépet, ami egyfolytában ventilátorokkal dolgozik. A ventilátor, mint olyan, minden egyes alkalommal összeszedi az összes port, ami a lakásban van, fölhalmozza a saját hűtőrácsain, és ellehetetleníti a saját hűtőmunkáját. Ezért ki kell venni, és meg kell pucolni. Tetszik, tetszik, nem, nem, ez egy ilyen dolog. Ja, ezt még összesaragtam. Még végzek más karbantartási műveletet is, de a lényeg most a ventilátorokon van. Azok a részek, amelyek hatalmas hűtővel rendelkeznek, tehát nagyon nagy a szabad mozgás... Nem tudom így... Nagyon nagy a szabad mozgástere, azokat könnyű takarítani, mert porszívóval meg lehet oldani a dolgot. Ugye értelemszerűen mindenki van húzva a gépbe. És ami most karbantartásra fog kerülni, az a videokártyának a két ilyen hátsó lamellája. Mint látjuk, az egyiken már elég durva mennyiségű... hogy is mondjam csak... Hát nem kívánatos ilyen védőréteg képződött. És ez az, amit most mindjárt meg is mutatok, hogy ez most milyen. Mondjuk azt kéne, hogy nem borul fel a telefon, az király lenne. Ugye a videókártya kikötése ugyanaz, mint a bekötés, csak fordítva. Tehát csavar kicsavar, kábel kihúz, mert hát ugye a videókártyának van saját tápja. Itt hátul, mint olyan, egyik, meg a másik. Ezeket mind ki kell húzgálni szépen. Persze kicsit azért vigyázni kéne mondjuk a termékre, mert ezt mondjuk holnap is szeretnénk még használni. Ja, és mind a kettőt ugyanilyen feltételekkel. És hát az egészet eltávolítjuk a símből. Amikor a símből eltávolítottuk, már lehetővé, vagy láthatóvá, lehetővé válik, hogy láthatóvá váljon a por. Király. Na mindegy, megmutatom kézzel, mert itt van benne a por. És olyan szinten összeállt, hogy egy-egybe el lehet távolítani belőle. Ezt a saját szervezetünk termeli, mint hámréteg, meg ilyesmi. Azért sűrűbben kéne. Ilyenkor persze forog benne a ventilátor, mert ugye megfújtuk. Ja. És ugye nekem ebből a szivacsból ugye majd kettőre. Persze okosabbak nem a saját ágyukon fogják csinálni ezt a dolgot. Hát én nem tartozom ebben a kategóriába, úgyhogy én nyugodtan húzhatom a saját ágyamra. Ebbe is ugyanúgy benne van. Tehát ugye látjuk, ott van benne a hatalmas réteg. Az már. Ebből se jön ki. Na, király, nem? Na most a processzorból már eltávolítottam egy ugyanilyet, csak az kör alakú volt. Figyelmesebb szemlélés alapján lehet látni benne ilyen lamellákat. És ezek a lamellák ugye részből vannak. És ugye hatalmas mennyiségű hőt képesek leadni rendkívül rövid idő alatt. Ugye látjuk a kettő közt a különbséget. Na mi különbség van a kettő között? Na! Semmi. Az egyiket a Hiss csinálta, a másikat pedig a Zafir. Tudok ám csalni. Például azzal, hogy hátára fordítom a kettőt. És itt már látható a különbség, tehát, hogy máshogy van fölmatricázva. Bizonyám, bizonyám. Egyiket Kínába csinálták, másikat ezzel ellentétben Kínába csinálták. Azt próbálom kideríteni, hogy melyik melyik. De hát ebből, amit te le tudsz olvasni, öcsém, nem sok.
Úgyhogy, azért köszönjük szépen. Na mindegy, szóval nagyon jól működik mind a kettő, nincsen velük semmi baj, csak karban kell őket tartani. Ugye ilyenkor hiányzik a két sín, meg a... Nem semmi por van ám itt most. Meg még az ágyra is ráraktam a port, na majd mindjárt kapok az asszonytól. Azért van itt por rendesen. Na mindegy, szóval, hogyha van ventilátoros videókártyátok és processzorhűtőtök, meg ilyesmi, azért így ezer évente azért egyszer szedjétek ki belőle a port, mert akkor sokkal jobban hűtő.